A Tamási Esthajnal Nyugdíjas Klub a hétvégén jó hangulatú rendezvényen ünnepelte meg fél évszázados fennállását. Tamási város polgármestere Porga Ferenc kiemelte, nem mindennapi ünnep ez a szervezet számára, ritka az ekkora múlttal rendelkező klub. Nagyon gazdag és szép múlt áll a klub mögött, élt, és azt gondolom, hogy él ma is a klub. A gazdag múlt mellett jelen, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép jövő is vár erre a közösségre. Aktív és összetartó társaságról van szó, emelte ki a település vezető. A Tamási Esthajnal Nyugdíjas Klub jelenleg 60 fővel működik. Törekednek arra, hogy minden alkalmat megünnepeljenek, hogy olyan színes programokkal töltsék meg az évet, amelyek maradandó élményt nyújtanak. A legújabb közkedvelt elfoglaltságuk a bingózás, de előszeretettel tartják meg a jeles napokhoz kapcsolódó bálokat is. Az élet 65 felett is szép, fogalmazta meg az Életet az Éveknek klubszövetség vezetője. Azt mutatja, hogy ebben a közösségben az emberek egymást megértik, elfogadják, és én úgy gondolom, hogy a támogatás, az empátia, az együttérzés, az sok közös öröm, az az egészségben eltöltött évek számát növelni fogja, azzal együtt, hogy amire 65 évesek leszünk, elég sok veszteség ér bennünket. Elveszítjük a szüleinket, az egészségünk megromolhat, sok esetben gyermekeket veszítünk el, barátokat. A veszteségek mellett nagyon fontos a közösségnek a megtartó ereje. Ez pedig mentálisan erősíti az idősebb generációt is, fogalmazta meg a szövetség ügyvezetője a Tamási Nyugdíjas Klub fennállásának 50 éves ünnepségén.